A Nemzeti Hagyományőrző Böllér Fesztivált február 10-én rendezik meg Kakucson, és ahogy itt látják az asztalon, fantasztikus finomságokkal érkeztek az urak. Sok szeretettel köszöntöm Örömpő István főszervezőt, és jó reggelt kívánok Fási Ádám előadóművész producernek, mert hogy természetesen, köszönöm. Hogy ha már Böllér Fesztivál, akkor a zene az egy elmaradhatatlan része egy ilyen fesztiválnak. Mióta is van ez a Böllér Fesztivál? 2011-ben kezdtük el. Csak egyszer volt egy pandémia időszak, amikor ki kellett hagyjuk, és az életünkben 13. lett volna. Csak így van 12 évig kezdtük el. Miért indult el a Böllér Fesztivál? Miért fontos? Igazán nekünk úgy indult el, hogy mi régen is csapatként nagyon sokat részt vettünk más településen, határon innen, határon túl rendezvényeken ilyen Böllér. Csak úgy döntöttem, hogy nagyon hiányzott ez a Pest megyének ez a részén, ez a rendezvény, és kellett a embereket megszólítani, kijöjjenek, érezzék jó magukat, kössenek ott barátságokat, meg mindent, és akkor így döntöttünk, hogy Kakucson, mi ott lakunk, az a településem nekem, és akkor próbáltunk először megcsinálni egy rendezvényt. Az egy ilyen baráti rendezvény volt, 4-5 csapatként részt vettünk, meg a falunak a apraja nagyja, és így kinőtte magát most már, hát most már azért határon innen, határon túlról is érkeznek csapatok, és most már kinőtt az 5-10 ember mozog. Igen, messze földön híres egyébként ez a Böllér Fesztivál, és hát elengedhetetlen része a jó ételeknek ugye a zene, mint olyan. Milyen zenére számíthat a kiállítás? Hát kicsit bővebb, mert azért én gasztronómus is vagyok, és erről is beszélünk majd, igen. Főzök is, és vastag kolbász is szoktam készíteni, és hát a Békés megyei révén ott születtem, a Békés Csaba a bölcsője ennek a vastag kolbásznak. Nyilván az ország minden részén megvan a legjobb étek, amit disznóból készül. És hát ami számomra nagy megtiszteltetés, István barátom meghívott erre, először vagyunk a Kakucsi Fesztiválon, Böllér Fesztiválon, de mi járjuk az országot, többféle gasztronómiai rendezvény, ilyen veszünk részt, Tiszacsege, Harcsa Paprikás 11 éve, és sorolhatnám. Nyilván a Csabai híres Kolbász Fesztiválon is, azon is már most már több mint 20 éve, hogy részt veszünk, szóval én örülök, amikor zenét vihetünk, illetve személyesen is a szakmai tudásunkat is be tudjuk mutatni egy-egy rendezvények. Magyar emberek vagyunk, a magyar emberek szeretnek enni, inni, mulatni, és kellenek ezek az összetartó barátságok, békét teremtő kézfogással, kocintással, és együtt énekléssel megtűzdelt rendezvények, mert nagyon, de nagyon fontos a világban, hogy jó érezzük magunkat, mindig vidámság legyen, boldogság, szeretetet hintsünk az emberek szívébe a zenén keresztül, együtt énekelünk, mulattunk, hát ettől különleges a magyar ember, hogy teljesen másképp gondolkodik, mint a világon bármely helyén, és én nagyon örülök, hogy magyarnak születtem, és nagyon örülök, ha ilyen fesztiválra meghívnak. Mi tehet az, és mire számíthat az, mert hogyha gasztronómiáról beszélgettünk, aki ellátogat a fesztivál? Hát mi megcélozzuk mindig a teljes korosztályt, gyerekeket, idősebbeket, középkorosztályt. A gyerekeknek szoktunk felállítani egy vidám parkot, hogy ne unatkozzanak azért, ott annyira ők lehet, hogy nem kíváncsiak erre a Böllér versenyre. Akkor van egy külön rész, ami csak Böllér versenyből áll, amiből a Böllérek méretetik meg magukat, dolgozzák fel a sertéseket, és van egy fesztivál rész, amiben Ádám gondoskodik a legjobb zenékről, a legjobb mulatásokról. Mindig eddig a 12 év alatt mindig újdonságot próbáltunk ebben a rendezvénybe levinni. Például volt, amikor csináltunk 1400 adag hagymás ültvért egy edénybe, és Jézus. Akkor az a magyar rekord is be is tettünk nevezve. Akkor szoktunk, tavaly előtt csináltunk 1000 adag káposztát, amiből ide a stúdióba is hoztunk.
Jaj, de jó nekünk, akkor el vagyunk látva. Mindig. Mi önöket minden héten meghívom akkor, mert akkor biztos, hogy finom ételeket is hoznak. Főzni is fog valamit, Ádám? Én most nem fogok főzni, belekóstolgatok a zsűri, zsűrinek segítgettünk, hogy minél... Zsűri fog Ádám. Igen, zsűri, de a zsűrizés mellett, mert ugye ő gasztronómiában is nagyon otthon van, erre voltam kíváncsi, azért, hogy esetleg lesz-e valami. Én voltam versenyző is, hát... A Csabai Kolbász Fesztiválon közel 5000 ember közül elhoztunk aranyérmet a csapatommal, szóval valamennyire értünk ehhez a szakmához, abár nem lehet mindenkinek a saját maga kolbásza a legjobb. Igen, na most viszont jó, hogy a kolbász szóba hoztam, mert azzal szerettem volna zárni a beszélgetést, és mind a kettőkre kíváncsi vagyok, hogy melyik kolbász típusra esküsznek egyrészt, és hogy csípős vagy csemege kolbász inkább. Én mindegyiket szeretem, egyébként ez is ízlés kérdése, hogy ki szereti a csípőset és ki csak a csemegét. Nyilván a gyerekek és a hölgyek azok inkább a csemegét, a férfiak meg szeretik, ha van egy kis ereje ennek a vagdaléknak. Hát én, mivel lokálpatrióta vagyok, bocsáss meg, kedves István, azért a gyulait nagyon imádom, és hát nagyon szeretem, és nagyon imádom a békés csabai vastag kolbát. Az van differenc, a gyulaiak tesznek bele borsolt, a csabaiak nem tesznek, szóval ahány ház, annyi szokás, de hát azért hungarikumok alakulnak ki, és ezek hungarikumok már, és hát a bölcsők, mondhatnánk, hogy Magyarország bölcsője, Békés megye ilyen téren. Bocsánat, az Istvánt is meg kell kérdeznem, hogy melyikre esküszik. Hát különböző, van elég sok tájegység Magyarországon is, meg határon túl is, mert azt nem mondtam még, hogy határon túlról is érkeznek csapatok, akik bemutatják a régi hagyományos, mert van egy olyan díjunk is, hogy melyik leghagyományosabb csapat. Az azt tartozik bele, hogy van, mit tudom én, nem pörzsölés, szalmégetés, vagy kopasztás, hogy dolgozza, hogy darabolja szét, azt is zsűrizik. És akkor van egy olyan díjunk, hogy melyik a leghagyomány őrzőbb csapat. Ez az a lényeg, hogy próbáljuk a mostani fiataloknak is bemutatni, hogy milyen volt régen a disznóvágás. De azt mondja meg nekem is, mert hogy István, melyik hogy a csemege kolbászra esküszik, vagy a csípős? Én a csípősre esküszöm. Hát akkor. De én arra esküszöm különben. Sok sikert kívánok a versenyhez, jó zsűrizést kívánok, és nagyon természetesen egyenek jókat, és köszönjük szépen. Mindenkit várunk szeretettel. Köszönöm szépen, hogy itt voltak.